So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Sziasztok, PC Gurulive nézőink! Visszatért a Max Payne sorozat, ezúttal Brazíliába repültünk, hogy megismerjük a szétcsúszott Max-et, hogy mi történt vele azóta, mióta. Hát valószínűleg nem spoilerezek ezzel már el semmit, hiszen már évekkel ezelőtti játékról van szó, hogy meghalt szegény kedvese. Itt az új környezet, Csotot rögtön meg is kérdezem, hogy vált be az új helyszín. Sziasztok! Már 2009 óta tudjuk, hogy jön a Max Payne 3, és azt is, hogy São Paulo a fő helyszín. Mindenki tépte a haját, hogy milyen katasztrófa, hogy elvették a játéktól borongós New Yorkot, de meg kell mondjam, hogy ez nagyon kellett. Eltelt már 10 év, közel 9 év ugye a Max Payne 2 óta. Most is elsütni ugyanazt a frázist, unalmas lett volna. Az új millió nagyon jó, a helyszínek fantasztikusak, jól illeszkedik a sztori is, és még két vagy három küldetés elég visszalátogatunk egy ilyen visszaemlékezésbe New Yorkba, annyi pont elég is belejövünk, hogy mennyire jó, hogy Brazíliában vagyunk. Szerintem nagyon bevált az új világ. A játékstílus maradt olyan régi? Mit kapunk, hogy teljesen modernizálódva lett az egész játék, vagy maradt a régi stílus? Maradt a régi. Egy-két változtatás van, de tényleg csak egy-kettő, amit elsőre nagyon antipatikusnak lehet talán. Az egyik ilyen az, hogy van fedezékrendszer. De mielőtt most mindenki kikapcsolna a videót, hogy úristen Gears of War, nem. Nem, egyáltalán nem. A fedezékrendszer csak ritkán tudjuk használni, akkor nagyon kell. De valójában egy nagyon kiegyensúlyozott rendszer. Ha legugulunk valahova és ott várakozunk, tuti szétszednek minket az ellenfelek, tehát itt mindenképp mozogni kell, ugyanaz a pörgős akció köszön vissza, mint az egyben, mert a kettőben. Igaz, a bullet time, az időlassítás visszatért az első részben látott megoldáshoz, tehát már nincsenek fokozatai, hanem csak egyfajta időlassítást kapunk, amelyet szintén elég sokszor elsüthetünk, de csak ne higgyük azt, hogy csak időlassítva végigdaráljuk a pályákat, ez nem így megy. Ez a játék sokkal taktikusabb, sokkal óvatosabb, mint az első kettő volt, egy új dimenzióból bővült a játék, azt hiszem, hogy ez nagyon jót tett neki. És fontos kiemelni, hogy akik esetleg attól tartanak, hogy a Max Payne 3 egy ilyen butult program, akár konzolon, akár majd PC-n, ha kijön, nem, ez egy nagyon komoly, nehéz játék. Jó magam, nehéz fokozaton indítottam el, és már a harmadik fejezetnél visszavettem normára, és a végén még úgyis nehéz volt. Érződik az egészen, hogy ezt azoknak a rajongóknak csinálták, akik imádták a Max Payne 1-et és a 2-t. Szóval a játékmenet tökéletesen hozza azt a színvonalat, amit elvárunk már egy 10 éves ugrás után. A konzolos verziót volt lehetőségünk először kipróbálni, hiszen azt kaptuk meg májusban, csak valamikor a nyáron érkezik a PC-s verzió. Milyen volt az irányítás, mennyire volt nehéz kontrollerre játszani? Kontrollerre nehéz, ezt hozzá kell tegyem, bár a fejlesztők megpróbáltak minden segítséget megadni. Ugye ez már nem a Remedy munkája, hanem a Rockstar Games belső csapatáé. Fontos megjegyezni, hogy kontrolleren a játék rögtön felajánl háromféle opciót. Az egyik az a free aim, a szabad célzás. Na ez az a dolog, amit csak a tényleg grafiknak ajánlott. Van a könnyű rásegítés, ez azt jelenti, hogy amikor a közelébb visszük a karakternek a kurzort, akkor körülbelül úgy fogunk tudni lőni, mint hogy a GTA 4-ben, hogy egy picit így is segít, tehát nem fogunk halálpontos fejlővéseket osztani, de ez legalább eltaláljuk az ellenfelet. Még van a nehéz rásegítés, a keményebb, na ott már tényleg az van, hogy gyakorlatilag a játék magát lövi, de még itt sem túlságosan könnyű. Én azt javaslom, hogy aki nem nagyon profi, mondjuk konzolos FPS-ekben nem játszott túl sokat, az próbálja meg először a könnyű rásegítés, majd utána multiplayerben úgyis rásegítés nélkül fogunk játszani. De úgy vélem, hogy a nehézség az csak hozzátesz ez a játékhoz. Nem az a fajta idegesítő program, mint nagyon sok shooternél, hogy az ember a haját tépi, mert nem lehet megcsinálni, de meg lehet, csak ehhez skill kell. Tényleg érteni kell ahhoz, hogy hogyan kell irányítani ezt a játékot, ilyen egyszerű. Szerintem itt a képsorokban már nyilvánvalóan feltűnt mindenkinek, hogy eszméletlen durván néz ki a Max Payne 3. Talán mondhatom, hogy nem láttam még hasonlóan jól megkoreografált, ilyen gyönyörű szép játékot. Egyetértesz ezzel? Teljes mértékben. Engem ledöbbentett az egész, pláne, hogy külföldi kollégák már fölraktak néhány review-t, és mikor olvastam, hogy a grafikára írták, hogy nem annyira jó, hát én voltam a legjobban megdöbbenve, mert de, fantasztikus. És fontos megjegyezni, hogy konzolon is stabilan a 720p-s felbontásban fut, tehát nem sub HD. A sebesség csak nagyon ritkán esett 30 fps alá, tényleg olyan ritkán, talán egyszer vagy kétszer, és akkor is én voltam a hülye, mert bedobáltam mindent a pályára, ami létezik. Fontos kiemelni a helyszíneket. Nem is maga a technikai grafika sokkoló, mert az igazából a GTA 4 motorja, hanem az, hogy milyen hihetetlenül jól kihasználták a pályatervezők tehetségét. Nincs két egyforma szoba, helyszín, asztal, nagyon döbbenetes az egész, pán a São Paulo-i nyomornegyed néz ki nagyon jól, illetve ami nagyon tetszett, az a kikötői pálya. Hát eszméletlen, hogy milyen részletes és szép a játék, tényleg le a kalappal. Hát és az átvezető videók, ugye, amikkel folyamatosan targítva van az egész játékmenet. Egy kicsit zavarónak tűnt mondjuk nekem, hogy így megszakítják az amúgy pörgős akciót,
de ennek ellenére azért mondhatjuk, hogy döbbenetesen jól sikerültek. Egy-egy ilyen, mint például említetted, ez a modorcsónakos folyamos rész, ott valami egészen elképesztő látványt kaptunk. Fontos talán még megemlíteni, hogy akik panyalogni fognak az első két játékban látott képregényes megjelenítés hiányáért, azoknak azt mondhatjuk, hogy ez a Max Payne 3, ez egy ugrás a sorozatban, ez egy másik millió, ehhez az már nem illett volna. Bele lehetett volna erőszakolni, de szerintem jól döntött a Rockstar Games, hogy inkább kivették, mert kár lett volna egy nem odaillő játékelemet és hangulatelemet bele erőszakolni egy új világba. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. Bár lehet, hogy nagyon sokan hozzá se fognak nyúlni a több szereplős módjának a játéknak, de ez is megtalálható benne. A multi milyen lett? Azok, akik nem nyúlnak hozzá, nagyon sokat vesztenek, ezt meg kell említeni, mert mi voltunk a legszkeptikusabbak, hogy Max Payne multiplayer, micsoda hülyeség, és kipróbálva azt vettük észre, hogy egyszerűen ott ragadunk. Én legalábbis mindenképp ott ragadtam. Nagyon élvezetes multiplayert hoztak itt össze, hasonlít kicsit az Uncharted sorozatban látotthoz, PlayStation-es olvasók talán tudják, miről van szó. Az egy third person shooter játék, mert kapunk hasonló felosztással, bullet time-mal, tehát működik az időlassítás, igaz korlátozottan, ez fontos kiemelni, és van az egész egy ilyen körítése, öt pályás szinteken kell véglövöldöznünk magunkat, de van persze rendesen team deathmatch is, minden ami kell, vannak perkek, nagyon jól kidolgozott, és ami igazán élvezetessé teszi, furcsa, de pont a fedezékrendszer, illetve a pályák felépítés. Nagyon jó pályák vannak, nagyon jól illeszkednek ez a fajta játék, mert ez szűkek, kicsit, rengeteg akadállyal. Emiatt van, ami nagyon addiktív lesz az egész, nehéz ezt szavakba önteni, mert láttunk már hasonlót, ez nem újdonság, és egész multiplayerben egy bitnyi újdonság nincsen. De az, hogy egy csapat ennyire jól kiélezés, kiegyensúlyozza az egészet. Az példaértékű még ennyi év multiplayer játékok után is. Már lehet, hogy felesleges tőled megkérdeznem, de a PC-s verzióra be fogsz ruházni? Én mindenképpen beruháznék rá, persze. Most a konzolos után már nem biztos, de az igazság, hogy aki számítógépre várja ezt a játékot. Sőt, eleve a vásárlóknak azt ajánlom, hogy amennyiben van otthon gamer PC-jük, és bírni fogja a gépük, mondjuk a GTA 4-el már tudnak szórakozni, akkor azt mondom, hogy inkább várják meg a júniusi PC-s megjelenést, mert az irányítás biztos, hogy sokkal jobb lesz, egéles, élvezetesebb is lesz a játék. Illetve ezt a grafikát azért meg fogom nézni Full HD-ban, maximumra húzom még PC-n is, mert ami konzolon elképesztő, a számítógépen hihetetlenül fog kinézni.